1922. február 5-én született a Magyar Rádió talán legismertebb hangja. Friedlander György néven, ugye a Szepesi. Visszaemlékezései szerint 11 évesen egy csapatban játszott a jutagyári kölyköknél Szusza Ferenccel. Először és utoljára, hiszen bevallása szerint olyannyira elmaradt Szuszához képest a játéktudása, hogy többet a pályára legalábbis komoly futballmeccsen nem lépett. A sportot nem hagyta abba, a Vívó és Atlétikai Klub kosárlabdázója volt egészen 42-ig, amíg a klubot betiltották. Ő munkaszolgálatosként részben a keleti fronton, részben Budapesten bujkálva élte túl a háborút, a vészkorszakot. Megmentőit, bújtatóit Jadvasem emlékére leterjesztette föl. Legnagyobb szívfájdalma az volt, hogy édesapját nem tudta megmenteni. Édesapja munkaszolgálat után Buchenwaldba került, és ott halt meg. Az ő emlékére változtatott nevet, és édesapja szülővárosa Szepesváralja után lett ő Szepesi. 36-ban ismerkedett meg, tulajdonképpen mint hallgató, a sportriporterséggel. A csillaghegyi Árpád strandon hallgatta Pluhár közvetítéseit a berlini olimpiáról, és itt határozta el, hogy márpedig ő sportriporter lesz, rádióriporter. És hát tulajdonképpen magában végig közvetítette az életet, és 45-ben eljött a lehetőség, hogy Pluhárral együtt dolgozhatott egy rövid ideig a Magyar Rádióban, majd Pluhár eltiltása, vagy hát visszavonultatása után Gulyás Gyula volt a kor legnagyobb riportere mellette. Szepesi 48-tól egészen 2012-ig valamennyi olimpián ott volt, közvetített, bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a leghosszabb ideig aktív sportriporter. Neve mégis elsősorban, mint labdarúgó riporter, futball közvetítő, a Puskásékféle aranycsapat 12. tagja, így ismert. Hiszen az ő szemén, az ő száján keresztül látta, hallotta a magyar lakosság mindazt a csodát, amit Puskásék alkottak a pályán. Ő volt az, aki közvetítette a 6-3-at. Hát neki jutott ki a berni döntő közvetítése is, elcsukló hangon, szinte sírva közvetítette a meccs végét, amikor vesztettünk. Megnyertük, mi voltunk a legjobbak, de nem nyertük meg azt a meccset. Számos nagy emlékezetes kijelentése van. Egyrészt a futballból ugyancsak egy szomorú, jönnek a csehszlovákok. Jönnek a csehszlovákok szomorú kijelentése, amikor a 69-es marseilli Csehszlovákia elleni pótselejtezőn olyan szintű cseh fölénnyel kellett szembenézni, ami reménytelenné tette a magyar csapat jövőjét, és lezárt egy korszakot. De ugyanígy a 64-es Tokiói olimpián a vízilabda döntőben lőj, Dömötör, lőj, amikor az utolsó gólt kellett még megszerezni a Szovjetunió ellen, ez is hát emlékezetes szlogenné vált. A rádióban töltötte az életének túlnyomó részét, a sportosztályt vezette, a körkapcsolás, ma már ismeretlen fogalmú közvetítések egyik megalkotója, kitalálója volt, de volt Bonni tudósító, majd a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke hosszabb ideig, és a FIFA elnökségi tagja. Számtalan kitüntetést kapott újságíróként, sportdiplomataként. 82-ben a TFL egyébként doktori címet is szerzett a magyar sport újságírás, a magyar rádió közvetítéseinek tudományos feldolgozásával. Szepesi hangja
olyannyira hozzátartozott a magyar rádió közvetítés, illetve a magyar szurkolók életéhez, hogy amikor a televízió bejött, és elkezdték közvetíteni a mérkőzéseket, akkor jó néhány évig Szepesit hallgatták az emberek, miközben a tévét hang nélkül nézték. Itt érződött igazán az a lelkesedés Szepesiben, az a hihetetlen drukkolás, ami hát esetenként kicsit szépítette is a pályán látottakat. Szepesi 2018-ban hunyt el, a magyar sportújságírás legnagyobb alakja volt. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar? Kattintson a Rubikon Próba weboldalára, és tesztelje tudását. Rubikon-próba.com